A svájci törvényhozás nem fogadta el azt a törvénytervezetet, amely lehetővé tette volna, hogy más országok svájci fegyvereket adjanak el Ukrajnának. A Svájci Nemzeti Tanács tagjainak többsége nemmel szavazott az ország legnagyobb parlamenti kamarájának biztonságpolitikai bizottsága által kidolgozott javaslatra. A semleges Svájc törvényei tiltják fegyverek exportálását aktív konfliktusövezetekbe. Svájc ezért mindez idáig megtagadta az engedét Németországtól is, hogy német Leopárt harckocsik hoz Svájcban gyártott lőszert küldjenek Ukrajnának. A kivételt kezdeményezők és támogatók Ukrajna hatékonyabb támogatását látták szükségesnek. A javaslatot ellenzők úgy vélték, hogy egy ilyen engedménnyel Svájc a semlegességét kockáztatná, és azt a látszatot kelteni, mintha közeledne a NATO-hoz. A Biztonságpolitikai Bizottság ugyanakkor tovább vizsgálja azt a lehetőséget, hogy engedélyezzék a fegyverek és lőszerek átadását olyan helyzetben, amikor az ENSZ biztonsági tanácsa vagy az ENSZ Közgyűlés kétharmada egy adott háborús felett agresszornak minősít, vagy a nemzetközi jog megsértését állapítja meg.